Fél idejéhez érkezett a budapesti atlétikai világbajnokság. Mint minden nap, ma is szurkolhatunk magyar versenyzőknek. A helyszínről pedig kapcsoljuk Zsíros Mihály kollégánkat, aki a legfrissebb hírekkel jelentkezik. Szia Marci, köszöntöm a radar nézőit. Nemrég ért véget a délelőtti program itt a budapesti atlétikai világbajnokságon. Több magyarnak is szurkolhattunk, és kiemelkedik közülük Kéri Bianca, aki a 800 méter selejtezőjéből óriási futással bejutott az elődöntőbe. Itt áll már mellettem Tótné Stupián Anikó, az SVSE edzője, aki Bianca is az edzője, és két másik tanítványa is egyébként itt van a VB-n. Őt kérdezem, és tegeződni fogunk, mert már vagy 20 éve ismerik egymást. Nem nagy titok, hogy Anikó, te voltál az én edzőm is. Hát milyen érzés most, hogy ennyi versenyződ itt lehet egy hazai világbajnokságon? Én is köszöntöm a nézőket. A legnagyobb szó talán az, hogy nagyon büszke vagyok a versenyzőimre. Szépen szerepelnek, nagyon jól megmutatják magukat, úgyhogy a büszkeség az első, amit el tudok mondani. Milyen volt itt a pálya széléről nézni a Biát? Ugye nagyon szorított érte mindenki, és kérdéses volt az utolsó pillanatig, hogy bejut-e a középdöntőbe. A versenyzése fantasztikus volt, így beszéltük meg ezt a taktikát, hogy mindenképpen egy nagyon jó futást csinál, és hogyha jó eredményt ér el, akkor idővel tovább lehet jutni, ezt ő teljesítette, úgyhogy itt már boldog voltam. Természetesen azért az izgalom ott volt, hiszen a legnagyobb cél az volt, hogy az elődöntőben szerepeljen, és ez is sikerült. Talán nem nagy titok, hogyha eláruljuk, hogy léptennyomon megállítják egy közös fotóra, nem csak őt, hanem az Istit is, a többieket is. Mit jelenthet ez a magyar versenyzőknek, hogy itthon hazai közönség előtt mérettethetik meg magukat? Úgy gondolom, hogy óriási motivációt, nagyon sokat segíthet az önbecsülésükön, az önbizalmukon, hiszen az, hogy megismerik őket, és drukkolnak nekik, és tapsolnak nekik, az egy óriási plusz előrelépést jelenthet az egész magyar atlétikának. Hogyan készültetek itt a budapesti világbajnokságra? Kellett valamit máshogy csinálni? Annyival talán többet tudtunk tenni, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség által is kiemelt program volt a VB-re való készülés, és így voltak lehetőségeink több edzőtáborba részt venni. Most például nyáron magaslati edzőtáborba jöttünk le a világbajnokságra, ami úgy érzem, hogy sokat segített. Mire számítasz, hogyan készültök most az elődöntőre? Én azt gondolom, hogy egy picit nyugodtabban, mint az előfutamokra. Nagyon jó futások lesznek, nem titkolt vágyunk, hogy egy egyéni csúccsal, akár országos csúccsal fejezze be az elődöntőket a Bianca. Nagyon drukkolunk neki az egyéni csúcshoz, illetve országos csúcshoz, de előtte még ma este folytatódik itt a program, és többek között Kozák Lucáért szoríthatunk a 100 méteres gátfutás elődöntőjében.